Köszöntöm Önöket! Ma Jakab Istvánnal, az országgyűlés alelnökével beszélgetünk majd őszintén. Tudják, ő az, aki a MAGOSZ elnöki posztját is betölti jó néhány éve. Most egyébként várjuk, hogy véget érjen a plenáris ülés, és hamarosan kezdjük is vele a napot. Szép jó napot kívánok, az elnök úr, üdvözlöm. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre áll, és egy picit megmutathatjuk a más részét is a munkájának. Ez természetes. Most, ha jól tudom, ugye most van 11 óra 10 perc lassan, igen? 9 órakor ment be az ülésterembe. Ezek ilyen hosszú ülések, vagy ez még nem is volt annyira hosszú? Ez nem hosszú, ez most egy két órás, ez egy nagyon normál, nagyon egyszerű időszak. Van, amikor a leghosszabb az 7 óra 25 perc volt. Jakab István, amikor elfogadta ezt a feladatot, azt tűzte ki magának célul, hogy ameddig itt van a magyar parlamentben, mindig is segíteni fogja a mezőgazdaságban érintetteket, bárhol is éljenek a nagyvilágban, és ez azóta sem változott. De mondja el nekem, hogy ilyenkor mi szokott történni, tehát hogy kijön, most van egy nagyon rövid kis szünete, ugye mondtuk, hogy nagyon betáblázott a napi rendje. Mi az, amit ilyenkor tesz ebben a kis fél órában? Őszinte, a szünet az csak azért van, mert kértek rá, hogy legyen, mert már a következő vendégem itt van a házban, ők éppen most szétnéznek a parlamentben, Szabolcs-Szatmár Bereg megyéből érkeztek, és hát nyilván komoly a térségbeli ügyekkel foglalkozunk, gazdasági kérdésekkel, és egy ágazatnak az ügyeivel is foglalkozunk. Egészen pontosan ma olyan hazai pálinka termelőket fogad az irodájában, akik valamilyen segítségért vagy tanácsért jöttek a Magyar Törvényhozás házába. Mondjuk van valakinek problémája az országban, nyilván említhetnék azért még, mert van mit tenni ezen a területen is, akkor mi annak az útja, módja? Tehát, hogy őhöz viszonylag könnyen el lehet jutni, vagy van ennek egy bizonyos előszűrője, hogy melyik gazda juthat el a MAGOSZ elnökhöz? Én nem változtam. Én nem változok. Én ugyanaz vagyok, aki voltam 30 éve, 20 éve, 10 éve. Semmit nem változtam. Gyakorlatilag az összes elérhetőségem kint van a honlapon. A titkárságom az üzeneteket, e-mail üzeneteket, levelezést folytatja, veszi az üzeneteket, és én járom az országot. Mint megtudtuk, a szabolcsi pálinka termelők után egy agárdi megbeszélésre megy a parlament alelnöke, onnan vissza az országházba. De este vár rá még egy üzleti tanácskozással egy bekötött vacsora is, ami szintén a munkájának egy részét képezi. Nem beszélve a másnapi hevesi gazdafórumról és az azt követő Békés Csabai Kolbászfesztiválról, soha nincs megállás. Mondja alelnök úr, mikor pihen? Tehát, hogy van olyan, mert hogy azt képzelnék el egyébként egy MAGOSZ elnökről, aki ugyan már képviselő is egyben, hogy azért amikor úgy megpróbálná kiengedni úgy a fáradozást, a stresszt levezetni, akkor kimegy, és akkor egy picit el van akár a traktoron, vagy valami tanyán, vagy kertészkedik, vagy bármi ilyet tesz. Van ilyen az életében? Van. Van egy nagyon kedves barátom, aki gazdálkodik, akivel 30 éves barátság köt össze, tehát nincs egymás előtt titkunk. Az ő gazdaságán keresztül tudom bemérni mindig, hogy milyen változások vannak, hogyan hatnak a szabályzók, de felülök a traktorra, felülök a kombájnra, mert ez hiányzik. Ez hiányzik, és rajta az ő tevékenységén keresztül tudom bemérni, mi az, ami szorít, hol van az, ahol a hatósági ügyintézésnél borzalmas lassú a folyamat, hol kell változtatni, hol kell lépni, hol kell beavatkozni a folyamatba. Mert ugye nem mindegy, hogyan indítanak be egy öntözést egy olyan térségben, ahol éppen lejárt a vízjogi engedély. Ilyenkor hatalmas viták vannak, mondja a képviselő, de általában probléma sehol nem marad megoldatlanul. Most ért véget a parlamenti munkája, és most elindult tulajdonképpen, és nyakába veszi az országot, mert hogy egy gazdafórum lesz a mai napnak a vége. Ugye? Hát így igaz, 9 órától fél egyig volt a parlament, fontos témák, Magyar Nemzeti Bank, akkor a médiával kapcsolatos költségvetés elfogadása, illetve vitája, most pedig megyünk Újpest piac, és onnan megyünk
egy heves megyei fórumra. Ahol a gazdák már türelmetlenül várják, hogy mi várható jövőre az agráriumban, de előtte irány a piac, ahol csatlakozik hozzánk a piac vezetője és több tucat kíváncsi ember. Az, ami először itt megragadja a tekintetét egyébként? Megmondom őszintén, összességében, tehát azt néztem, hogy milyen az összhatás, de ez nem úgy, hogy megtervezem, hogy mit figyelek, hanem mi fogja meg a szemem. Mi fogja meg a szemem? Na, azt kérdezem, hogy mi fogta meg a szemét? Az, hogy rend van, gyönyörű az áru, és nagyon remekül helyezik el. Tehát nekem nagyon. Nagyon szimpatikus. Tehát eddig rendben így, van. Tökéletesen. Ha már a piacon vagyunk, kis szakmai segítséget kérek a Magosz elnökétől. Árulja el nekem, mi alapján választ a termékek közül. Mi alapján tudjuk eldönteni, hogy ez az áru jó-e vagy sem? Még mielőtt hazavinnénk és megvennénk. Ez az áru biztos, hogy magyar. Ez az áru... honnan? Onnan, mert ezt a szőlőt, ezt az Otello szőlőt, ezt csak Magyarországon termesztik. Ez úgy szintén magyar szőlő. Mert, méretéből látjuk egyébként? Hát méreté, hogy nem ez a... Méretéből, minőségéből adódóan, meg a szőlő fajtájából adódóan. Ez egy magyar csemege szőlő. Ez egy nagyon finom, megkóstolhatja. Nincs itt a tulajdonosa, meglátjuk. Majd vele, hogy... Kár, hogy nincs itt, mert akkor megtudnánk, hogy honnan is érkezett nagyon ez. Nagyon finom, igazi Otello szőlő, ami tényleg nagyon jó. De édes. Édes. Igen. És ez az elsődleges, amit meg kell, és ez a bizonyos íz benne van. Egyébként szokott piacra járni amúgy, civilben vásárolni? Hát én nagyon ritkán. Nagyon ritkán. Mert hát azért egyszerűbb a kertből az zöldséget. Ja, inkább akkor a kertből, úgy pláne, ha ott van annyi. Persze. Jó napot kívánok. És a húsáru, az a másik, amit ugye, ha jól tudom, amit szintén... Kérem szépen. Jó napot kívánok! Jó napot! Köszönjük szépen, nem kóstolnánk, hanem nézem ezeket a szalámikat, ez van is saját recept alapján készül. Van szarvas és van sem. Aha. Nem. Értem, saját recept. És van szarvasmarha. Akkor ez már minden igénynek megfelel, amint látom. Ugye egyébként, hogy kivel beszélget most? Rendben, jó, csak kérdeztem. Lebuktam már. Amit sajnálok, hogy ő nem tudja, hogy kivel. Sajnálom. Mert ezt erről nem maradtam, Maria. Ha most így, mint van... Én szívesen bemutatkoznék, csak a higiéni szabályok tiltják, ezért nem nyújtottam igen, kezet. Egyébként tényleg. Rég kezet nyújtottam volna. Igen. Mert hogy nem fog, hát ilyenkor, igen. Természetes, hát az árult kezet. Igen. Nem igen. Jó illetve. Na, gratulálok. Mit mondaná egyébként most így, mint ugye a Magosz elnöke áll önnel szemben? Mit mondaná neki? Van valami, hogy örülök, hogy újra találkoztunk, mert fesztiválokon szoktunk találkozni. Jó, hát akkor így. Igen. És hogy jó egészséget kívánok, sok sikert és minden jó. Köszönöm szépen. Ez a legfontosabb, akkor minden más meg tud oldani. Én meg szintén jó egészséget is, kreatív munkát is, jó kapcsolatot az emberekkel, sok minőségi árut. Köszönjük szépen. Gondolom, hogy szeretik az újpestiek. Igen, nem. Hát, meg én is az újpestiek. Nem, hát kölcsönös szeretem. Ez kölcsönös. Kölcsönös tisztelet és bízalom. Egy bolti eladónak, főleg egy hentesnek mindkettővel rendelkeznie kell, mondja Jakab István. Hisz itt minden nap vizsgáznia kell a vásárlók előtt. Úgy működik a rendszer, hogy saját tálat, saját takarmány, saját magam felnevelem, egy vágóponton levágom, feldolgozom. Feldolgoztuk és utána a sajátet magam füstölöm. Így igaz. Mert azon múlik minden. Bocsánat, érzem az illatát. Ezt akartam mondani, hogy olyan kár, hogy ezt nem tudjuk átadni, mert ugye csak hanggal tudunk egy anyagot megmutatni, de hogy az illata az zseniális. Van itt egyébként verseny a gazdák között? Tehát, hogy nézik egymás portékáját? Hát persze, végig vonultunk most ezen a soron. Hát, mit néznek meg ilyenkor? Hát, hogy milyen az árjuk, milyen a minőség. Tehát ugye figyelik egymást. Persze, természetesen. Meg a vevők is, mert minősítik utána. Igen. Úgyhogy...
Most ez a mai nap milyennek mondható? Hát egy közepes. Közepes csütörtöki nap. Nézzük egy nagy szájú zöldséges. Jó, egy nagy szájú zöldség? Jaj, no, akkor ide jövünk fel. Jó napot kívánok! Szép jó napot! Köszönöm! Így van. Szép jó napot! Azt jó napot látom. Kívánok! Kellő csókolom! Tudja, kivel érkeztünk? Igen. Igen? Na már lebuktam. Megelőzött a hírem, hogy rám tetszett ismerni. Ismerem, igen. Ismeri? Igen. Hát, televízióból? Igen. Hát, meg egyébként is. Már azt hiszem, hogy találkoztunk. Igen. Amikor Galga Hévízen volt, akkor ott találkoztunk, ott voltam a művelődési házban. Ebből nekem úgy tűnik az újpesti piacból eddig, hogy most gyakorlatilag nincs olyan zöldséges, meg hentes, akit ne ismerne. De nem mondja azt, hogy ez félelmetes, hogy mindenkit ismer. Egy dolgot nem mondtam el. Én a fél országot ismerem, a másik fele meg engem. Ez így, ez nagyon szép. Igen, ezt én megmutatom, Galga Hévízen ilyen föld van, első évben termeltem az édes burgonyát, és ilyen ez a patáta, ez igen, az édes burgonya. De ekkora édes burgonyát, hogyan? Sajnos egy a baj, hogy nagyon szereti a pocok, vagy ami van, mert ennek kártevője nincsen, de viszont a gödörbe, mert ugye bakhátra ültetjük. Na, satszolja meg, polgármester. Nem tudom, egy fél kiló fölött van, az biztos. Meg nem, közel kettő. 2,5. Ja, hány ember, annyiféle vásárló, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy egy kedves hölgy, felismerve a képviselőt, a magas árakat teszi szóvá. Azt mondják, hogy drágább piac, mint a Lehel piac. A barátnő mondja, mert ő mind a kettőre. Hát, kezdjük sokan, ez egy nagyon nem, nagy kérdés. Nem hiszem, mert én meg úgy gondolom, hogy itt, ahogy én néztem az árakat, és nemrég voltam a Lehelen is, én meg ezt egy hajszállal, mintha olcsóbbnak találnám. Az a kérdés, tetszik tudni, hogy milyen az áru minősége. Mert lehet, hogy a gyárúra kitesznek egy gyárat, és egy másodosztályú áru relatíve olcsóbbnak tűnik, na de az másodosztály. Köszönöm. Én minden piacnak vannak szurkolói és ellenszurkolói. Az újpesti piac után egy gombatermelő kis üzembe megyünk. Közben arról kérdezem a képviselőt, hogy mennyire tudja különválasztani a magánéletét a munkájától, mivel szinte állandóan dolgozik, ezért semennyire. Kibírhatatlan emberke vagyok, mert... Azt hogy érti? Hát borzasztóan sokat dolgozok, és hát hogy mondjam, mindig igyekszem a legfrissebb infókat is. Ezért miért kibírhatatlan? Hát azért, mert ha mondjuk lusta emberek társaságában vagyok, és valaki a 3 héttel korábbi infót kezdi előadni, akkor én esetleg jelzem neki, hogy igen, ez így volt 3 héttel ezelőtt, de azóta ez történt. Ilyen és ilyen folyamat zajlott, és most itt tartunk. Jakab István azért tartja magát szerencsés embernek, mert munkája a hobbija, ezért soha nem fárad el. Ez egyfajta alkotó munka azért. Ez nem úgy van, hogy elolvasok melyik valamit. Melyik részét tekinti annak? Hát azt, hogy egyáltalán, ahogy az egész folyamatot átlátja, ráhangolódik, részben követi, részben alakítja. Az a kérdés, hogy hol követ és hol alakít. Persze mindezt úgy teszi, hogy a hazai viszonyok teljes körű ismerete az szükségeltetik ehhez, tehát az is megvan. Ha már itt tartunk, rögtön meg is kérdezem a Magosz elnökét, hogy mi alapján döntötték el, hogy ki birtokolja a hazai termőföldeket. Azt tudjon tulajdon szerezni, aki gazdálkodik. A föld az ne a kincsképzés eszköze legyen, ne a bérleti díjból akarja, tehát kincsképzéshez közel hatalmas földterületeket felvásárol, majd utána bérbe adja azt, na ez ne történjen. Nagy az lenne a cél, hogy ugye minden föld ne heverjen parlagon, hanem meg... Parlagon ne heverjen, egy nézetméter föld sem, rendezett viszonyok legyenek, és magas színvonalon tudjuk a földet művelni. Az autóban sok mindenről szó esett, például arról, hogy hogyan sikerül kordában tartani több mint 300 képviselőt egy-egy kényes pillanatban. Hát nem könnyű, mondja a házalelnöke. Egy különleges eset, amikor az atomerőmű
létesítésével kapcsolatos döntést hoztuk, és az egyik párt képviselői szirénával jöttek az ülésterembe, én vezettem az ülést. Nyilván ilyenkor meg kell találni azt a módot, hogy hogyan lehet a rendet helyreállítani, hogyan lehet megakadályozni, a képviselőtől nem lehet erőszakkal elvenni egy eszközt. Hát ilyenkor szünetet rendeltem el, rendkívüli házbizottságot, megígérték, hogy abba hagyják, nem hagyták abba, és meg kellett találni a módját, hogy emberi érintés nélkül, minden botrány nélkül úgy vegyük el az illető képviselő asszonytól a szirénát, azt az eszközt, hogy senki ne sérüljön, és minden szabályt betartsunk. Sikerült! Tisztelt Országgyűlés! Felszólítom Siffer András frakcióvezető urat, hogy a házszabály 49-es paragrafus 4-es bekezdése értelmében gondoskodjon arról, hogy a frakciója fejezze be az országgyűlésben a rendzavarást. De arról is kérdeztem, hogyan gondol vissza arra a bizonyos traktoros tüntetésre? Ezek az emberek a magyar vidéki polgárok, a magyar gazdák nagykövetei. Ezek a követek azt üzenik Gyurcsány Ferencnek és kormányának, hogy a mai napon ne szavazzák meg ezt a hazárulással felérő törvényt. Ahogy azt ígértem, a gazdafórum előtt beugrunk Rácz József gombatermelőhöz, akihez évtizedes barátság fűzi a Magosz elnökét, ugyanis a 90-es évek elején közösen alapították meg a Magyar Gombatermelők Országos Szövetségét. Mert hogy milyenek vagyunk mi gombában egyébként? Tehát, hogy jók a magyarok? Ugye azt mondtam most, hogy a lengyelek hollandok, francofiák, belgák. Tulajdonképp Magyarországon jelen van a táptalajnak a 99%-a az itt nálunk egy mezőgazdasági melléktermék, nem mondom azt, hogy hulladék, de hát ugye a buzaszalma, a baromfitrágya, a lótrágya, ezekből lesz a champignon gomba, ugyanis a szénforrás és a nitrogénforrást ez adja. A szénforrás a szalma, a nitrogénforrás pedig a lócitrom vagy épp a baromfitrágya, és akkor ennek a komposztálásából, és a saját magunk állítunk elő szaporítóanyagot, gombaspórát, 5 kutatóbiológusunk van, és így lesz meg az a táptalaj, amelyről alapból ömlenni kell a gombának. Azt mondta nekem, hogy ezt meg szokta kóstolni ilyenkor nyersen. Meg lehet enni nyersen? Meg lehet enni, gyönyörűen. Milyen íze van, én meg lefettem közben. Gomba íze. Gomba? Akkor kóstolok én is egyet, jó? Nézzük meg, hogy milyen. Csak így letekerjük. Egyébként mennyi idő alatt, na most az enyémek benne ragadt, az nem baj? Nem. Hogy mennyi idő alatt lesz egyébként itt ezen az ágyon mondjuk egy ilyen kis, tehát ez mennyi idő alatt nő ki? 15-16 napja. Hoztunk be ide az alapanyagot. Alma helyett gombát eszünk. Bevésem egy ilyen fehér. Igen. Egyébként ezt sem kell leszedni, mert ezt leszettük szedni, amikor megfőzzük. Így megkosztoljuk a gombát. Igen. A gombát csak azt kell hámozni, ami erdei gomba, és hogyha azon valamilyen szennyezőanyagot lát az ember, akkor kell azt csak meghámozni. Nem jön idő. Nagyon finom. Akárcsak az a sok finomság, amit megkóstolhattunk a nap folyamán. Jakab Istvánnak elhihetik, ha egészségesek akarnak maradni, egyenek magyar termékeket, legyen az hús, zöldség vagy gyümölcs. Na és gomba, mert ugye az nem zöldség. Jövő héten Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel beszélgetek őszintén. Tartsanak velem akkor is!